Kedves közönség, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi vagyunk Szegedről a Quartetto együttes. Örülünk, hogy itt játszhatunk. Próbálok ide is, oda is beszélni, hogy a kontaktus valahogy meglegyen. Először is hadd mondjam el, hogy milyen alkalomból játszhatunk itt ma önöknek, és miért szólalhat fel most a komoly zene. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága a komoly zene népszerűsítése érdekében egy országos programot kezdeményezett. A térzene program célja, hogy Magyarország 5000 fő feletti településein rendszeresen szólaljon meg a klasszikus zene, így közösségi élményé válhasson. A térzene program a magyar kormány támogatásával valósul meg, amelyben a hazai zeneművészeti együttesek előadásában éves szinten közel 2000 koncerten csendül fel a komoly zene. Kedves közönség, kedves hallgatóság, hadd mutassam be a Quartetto együttes tagjait. Kálmán Gergely Ferenc, aki a Szegedi Tudományegyetemen Kosztándi István növendéke, Liptai Jenikő, aki a Szegedi Tudományegyetemen Szecsődi Ferenc professzor úr növendéke, és Ábrahám Máté, aki a Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolának a művészcselló tanára, jó magam pedig Benedekki Zoltán vagyok. Köszönöm szépen! Én is szintúgy professzor Szecsődi Ferencnek vagyok a növendéke, és örök hálával tartozom neki mindenféle segítségéért. Első műsorszámunként hoztunk egy kis Mozart nyitányt. Mozartról, mint csodagyerekről szeretnék beszélni pár mondatot. Mozart csodagyerek. A zeneszerző életének első éveiről nem sok dokumentum maradt fent, mindössze annyit lehet biztosan tudni, hogy a gyermek Wolfgang szeretett tarokkozni és egy bizonyos széllövő játékot is szívesen játszott. A Mozart gyerekek nem jártak iskolába, az írás, olvasás és számolás tudományát apjuktól sajátították el. Leopold Mozart az 1780-as években írt leveleiben részletesen taglalta, hogyan foglalkozott pár hónapos unokájával. Különböző hangokat szólaltatott meg neki zongorán és hegedűn, hol halkabban, hol hangosabban. Máskor énekel mondani. Közben ütötte hozzá a kapcsolat. Eközben figyelte, hogy a csecsemő hogyan reagál a számára addig ismeretlen jelenségre. Valószínűleg fiával is így foglalkozott, ezért nem túlzás azt állítani, hogy csecsemő korától fogva oktatta zenére Wolfgangot. Nanner feljegyzései szerint őt magát apja 7 éves korától tanította a billentyűs hangszereken játszani. Egy évvel később egy kotta gyűjteményt kezdett el számára vezetni, amelyben saját és mások szerzeményeit jegyezte fel a lánya számára. Wolfgang érdeklődését hamar felkeltette a zene. Gyakran töltött hosszú órákat a zongora mellett, terceket keresgélt a hangszereken, és mindig nagy örömre szolgált, ha ezekre rátalált. Mindössze 4 éves volt, amikor apja elkezdett neki kisebb zongoradarabokat tanítani. Nanner szerint öccse egy óra alatt megtanult egy teljes szonátát, fél óra alatt pedig egy menüettet. Olyan gyorsan haladt előre, hogy 5 éves korában már kisebb zongoradarabokat gondolt ki, amelyeket bemutatott apjának, aki papírra vetette őket. Nanner szerint Wolfgangot sohasem kényszerítette senki, hogy odajön a zongora elé gyakorolni, vagy hogy komponáljon. Több írásos dokumentum is bizonyítja, hogy apját rendkívüli örömmel és lelkesedéssel töltötte el fia tehetsége, aki 1761-ben táncosként egy zenész színpadi előadásban is szerepel. A Salzburgi Akadémia színháztermében az év szeptember 1-én adták elő Johann Ernst Eberlin karnagy Zsigmond Magyarország királya című latin nyelvű színpadi művét, amelyben kinyomtatott színlapján a későbbi zeneszerző neve is megtalálható. Nem sokkal ezután Leopold hegedűjátékára és éneklésre is elkezdett oktatni fiát, majd valamivel később az oktatás elméleti stúdiumokká is kiegészítette. Wolfgangnak saját és más zeneszerzőtől kottáit kellett lemásolnia. Ezután orgonajáték, karmesteri és zeneszerzői ismeretek tették teljessé a kisfiú zenei tanulmányait. Leopold Mozart mai szemmel nézve szigorú és keménykezű apa volt, de szigora és keménysége nem volt öncélú. Wolfgang sem érezte annak. A zeneszerző gyermekkorában nem érezte magát túlhajtottnak, inkább minden követelményre érettnek. A 18. századi Európában a zenei pályára szánt fiatal tehetséget mindenütt hangszerük vagy hangjuk bűvészévé képezték ki. Kedves közönség, tehát csendüljön fel Mozartnak a nyitánya.
Előtte hangolnunk kell. Hangolódunk. Thank you.
Kedves közönség, Edvard Grieg-től hoztuk el önöknek most a norvég táncot. Edvard Grieg Bergenben 1843-ban született, norvég zeneszerző és zongoraművész. Apja Alexander Grieg gazdag skót származású kereskedő, anyja Gezén Judit zenész és költő egy jó nevű bergeni családból. 6 éves korában anyjától tanult zongorázni, ahogy előbbre haladt tanulmányaiban Mozart, Beethoven, Weber és Chopin műveket tanult. Már ekkor szeretett órákon át kísérletezni a zongorával. Grieg nem szerette az intézményes életet, az iskolába kerülve lázadozott és többszökési kísérlete volt. Az iskolába persze gúnyolták szeszélyességei zenei próbálkozásai miatt, de 15. születésnapján fordulat következett. Grieg családot meglátogatta Ole Bull az Észak-Paganineje, Norvégia büszkesége. Edvard játéka nagyon megtetszett Bullnak, így erősködött, hogy legyen a fiúkból zenész. Így szüleit meggyőzve a következő októberben Lipcsébe ment tanulni. Grieg később így nyilatkozik lipcsei tanuló éveiről. Olyan bután hagytam ezt az iskolát, ahogy oda beléptem. Grieg számára küldetése világos lett, zenében kifejezésre akarta juttatni Norvégia szellemét, de még sokáig utazott Európában. A kulturális élet számos vezetőjével találkozott, köztük Liszt Ferenccel és Ibsennel. Visszatérve Norvégiába, Krisztiániában telepedett le. Nehezen talált munkát. 1866. október 15-én megszervezett egy történelmi eseménynek számító hangversenyt, ahol csak norvég zene szerepelt. A hangverseny nagy sikert aratott. Grieg a norvég zene új csillaga lett. Griegtől tehát norvég tánc következik. Thank you.
kedves közönségünk, most pedig tánc után táncot követünk. Most egy orosz zeneszerzőtől, Alekszandr Porfirjevics Borodyintól, Szentpéterváron született 1833-tól. Zenész volt, kémikus volt, orvos volt, tanár volt és az orosz ötök tagja. Hihetetlenül sokrétű egyéniségének csupán egy részét jelentette a zenei pálya. Ennek ellenére korának egyik Európa szerte ünnepelt és nagy hatású komponistájává vált. És mai zenéje elsősorban Igor Herceg című operája által ismerté. Most egy lassabb tánc következik, hallgassák ezt is nagyon sok szeretettel. De ezt most így jelentem, hogy nagyon gyorsan. Méghozzá Antonín Leopold Dvořák tollából. Dvořák a legnagyobb cseh klasszikus zeneszerzők egyike. Dvořák egy Prága melletti településen
született, ahol élete legnagyobb részét töltötte. 11 évesen otthagyta az iskolát, hentes tanulónak állt, de később németet tanult Zlonicéban. Zenei érdeklődése azonban egyre inkább előtérbe került. Orgona és zongoraórákat vett. 1857-ben Prágában tanult egy egyházi orgonaiskolában, de hamar elsajátította a hegedülés tudományát is. Koncertekre járt, különösen Wagner és Schumann művei érdekelték. 1860-as években a bohémiai ideiglenes színház zenekarában volt rácsás, Bedrick Smetana vezénylése alatt. Anyagi gondok miatt tanításra adta fejét, ami szinte minden szabad idejét felemésztette. Ezért 1871-ben zenekari pályafutását befejezte, és csak komponált. Szerelmes lett egyik tanítványába, aki azonban visszautasította. Bánatát a Ciprusok című dalciklusából fejezte ki. Rövid idő múlva korábbi szerelmének húgát, Anna Czermakovát vette feleségül. Lendüljünk egy gyors táncba, tehát Dvořáktól hallgassák sok szeretettel. Sziasztok gyerekek, szeretettel köszöntelek titeket. Hallgassatok egy szép, gyors táncot Dvořák tollába. Thank you.
közönség, most pedig híres Paganinitől hoztunk egy nagyon jó kapricsót, méghozzá 24. kapriszt, ilyen kvártett felállásban. Niccolò Paganini a 19. század első felének elkápráztató technikájú, a hangszer lehetőségei korábban nem ismert mértékben kihasználó hegedűvésze volt. A legnagyobb életművében is jelentkező hatást a szülővárosában is fellépő lengyel hegedűművész August Friedrich Duranoszki virtuóz játéka gyakorolta rá. Korábbi leírások alapján ismert, hogy Paganini jobb felső karját testéhez szorítva, alkarja csuklója mozgatásával irányította a vonót. Tehát valahogy így. Amivel egészen sajátos dinamikát kölcsönzött muzsikájának és hibátlan kettősfogásokat produkált. Gyakorta virtuóz balkezes pizzikátójával, vagy azzal lepte meg közönségét, hogy egyetlen húron játszott le egész utamokat, nem egyszer élt az elhangolás eszközével, azaz egyes speciális hangtatások érdekében elhangolta a hegedűjét. Nem csak a második Canon Ágyú nevű 1742-ben készült kedvenc Guarneri hegedűjén volt virtuóz, de gitáron is, és Hector Berlioz hatására Brácsán is művészi szintre jutott játékával. Művészete és halála körüli eseménynek mítoszt teremtettek személye körül. Már életében kiérdemelte az ördög hegedűse elnevezést, arra való utalású, hogy hús-vérember nem lehet képes-e fajta a fizikai világot meghazudtoló virtuózításra, csak amennyiben lepaktált az ördöggel. Az utolsó kenet elutasítása tovább növelte a személye körüli mítoszt. Művészetével ugyanakkor nagy mértékben inspirálta nem csak a nyobában járó hegedűsöket, például Sport, Felix Mendelssohnt, Henry Villatander, romantika korszakának nagy zongoraművészeit is, többek között Hector Berlioz, Schumann, Chopin és Liszt Ferencet, akik Paganini példáját követve saját hangszerükön lehetőségeit tágították, és virtuózitást megkövetelő zongoradarabokat írtak. Az utókorra gyakorolt eleven hatását igazolja, hogy halála után egy évszázaddal, 1934-ben Szergei Rachmaninov Rapszódia egy Paganini témára címen komponált zenekari darabok. Zeneszerző életművét imádott hangszerrel határozott meg. Vonós négyesek, kamaradarabok és három hegedű szonáta mellett 24 kapriccsóból álló 1805 és 1818 között komponált ciklusa a legnevezetesebb. Szerzeményei, amelyben csak kevés kivétellel jelentek meg életében, a legnehezebben eljátszható virtuóz hegedű darabok közé tartoznak. Művei hegedű technikailag a legbravúrosabban kihasználnak minden lehetőséget a dur-mol rendszeren belül. Személyének regényes titokzatosságát azzal is fokozott igyekezni, hogy legtöbb művét nem adta ki, ezeket csak halála után tették közé tanítványai, és hogy 17-18. Században sűrűn használt húr-áthangolást és titokban alkalmazta. Munkái a hegedű virtuózok kötelező műsordarabjaivá tette. A maga korában csak a nagy romantikus zongoristák közt akadtak két követő, a Liszt Ferenc és Robert Schumann. Liszt Paganini példájára fejlesztette ki zongora bravúr technikáját, Schumann költészetében pedig Paganini belekerült a titokzatos Hoffmanni alakok sorába. Kedves közönség, tehát 24. kapricsóját hallgassák tőlünk szeretettel. Megpróbálkozunk vele. Előtte hangolni kell. De nem lehangolni. Thank you.
Thank you.
Az nem egy lengyel zeneszerző. Igen. Aszlamanián. Az igen. És mekkora közönségetek lett hirtelen. Igen, igen. Hát, azért már mindjárt jobb volt játszani, igaz? Jó lett volna maradnak itt. Már figyelj, ez is siker ekkor a gyerekeknél, hogy igen. Egyet legalább. Igen. Vagy remélem, hogy talán még két oldalasat. Ez mondom, hogy ez igen. Sokat számít, hogy legalább egyre, hogy vagy gyerekek elbejön. Mert én azt tapasztalom, hogy az ilyen 17-8 éves gyerekeknél is mondom, hogy liszt, és akkor szalad a konyhában lisztét. Közük nincs arról. Mert ott kezdődik, hogy nálunk is Sándorfalván az énekórán nem volt komoly zene. Nekünk zongoráztak régen a tanárok Szegeden, meg minden lemezt hallgattunk, hangszerelet jó, mert minden. És semmi. Ugye nekem már most 25 éves körül 18 éve. Kedves közösség, ilyen sok nehéz darab után most egy kicsit könnyedebb vizekre elvezünk. Volt a Donaldson, egy amerikai zeneszerzőtől a Making Movie-t játszanánk el, és még utána van egy meglepetés számára. Thank you.
Jó, és akkor már csak egy meglepetés számunk következett, de nem is árulom el a címet, mert nem is elvés. Kálos Gárdán. Jó? De lehet, hogy felismerhet élet. Nem hangoljuk rá egyet. Amit megállni kell. Ó, de fogisztáltam. Jó. Köszönjük! 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 Köszönjük!
Igen. És jönnek a hozzávatok. Igen. Igen. Jönnek. 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 Igen. Jön